Kampányt indítottak a vízimentők azért, hogy minden vízibicikli legyen kötelező mentőeszköz. Családi tragédiát is okozott már, amikor valaki a vízbe esett a vízibicikliről, és nem tudták kimenteni. A vízimentők szerint, ha lenne mentőmellény vagy gyűrű, akkor kevesebb lenne a baleset. Jó időben nem csak fürdőzőkkel vannak tele a balatoni strandok, hanem különféle vízi járművekkel is. Vízi biciklit szinte bárki bérelhet, és a legtöbben nem foglalkoznak azzal, hogy ezeken szinte soha nincs mentőfelszerelés. Olyan vízi biciklit válaszunk, amin van mentő. A semmit nem lehet odadobni. Ez a mottója a vízimentők legújabb videó és plakát kampányának, amiben arra figyelmeztetnek, hogy a vízibicikliken is lehetnének mentőeszközök. Ezek hivatalosan nem számítanak vízi járműnek, így nem is kötelező őket ellátni mentővel. Tudott volna segíteni, de nem volt mivel. Melinda fiával tavaly történt tragédia. A gyermek vízibiciklizés közben esett bele a vízbe és életét veszítette. Az édesanyja azt mondta, a többiek segíthettek volna, ha lett volna rajta megfelelő felszerelés a mentéshez. Soha nem is a személyes tragédiánkkal szerettünk volna szerepelni. Én mindig azt szoktam mondani, ez egy katalizátor volt, egy induló pont, ami végül is aztán, lásd ide, jutott, és megmondom őszintén, hogy ennek most nagyon örülök. A vízimentők a mentőeszközöket is megmutatták, szerintük átlagosan 10 000 forintból fel lehetne szerelni velük egy-egy vízibiciklit. Olyan módon is készültünk, hogy megvizsgáltuk a kiskereskedelemben, hogy tolig árban, hol, milyen minőségben lehet kapni. A kampány célja, hogy gondolkodásra késztessék a strandolókat és az üzemeltetőket. 28 település, 70 strandjára mintegy 400 plakátot helyeztek ki. Azok, akik használják a vízibiciklit, azok olyan vízibiciklit használjanak a jövőben, amelyeken van valamilyenféle mentőeszköz, mert aki a vízibicikli környezetében vagy arról kiindulva kerül bajba, és valami miatt segítségre szorul és közreműködésre képes, akkor valamilyen segítséget tudjon kapni. A vízimentők megkeresték a szabályozásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumot is. Bagyó Sándor azt mondta, jól haladnak a tárgyalások, és akár már jövőre kötelezővé tehetik a mentőfelszereléseket a vízibicikliken.